Nagyon különleges produkció ez, hiszen táncosok és színészek is megjelennek a színpadon. Mennyire volt nehéz beilleszkedni ebbe a társaságba? Egyáltalán nem volt nehéz. Már csak azért is, mert én bele léptem később az előadásba, mert amikor a premierjük volt, akkor nekem is az volt, úgyhogy később kerültem bele, de hát már egy kész produkcióba léptem gyakorlatilag. Bár eleve is fölkértek, hogy játszam, csak a rendező és író Pozsgai Zsolt, aki nagyon jó barátom, szerette volna mindenféleképpen, hogyha nem ész rá, akkor is gyere! És akkor megvártak, és elég sok előadásban vettem már részt, nem csak Pesten, a Ramban, ugye a Radnóti Miklós Művelődési Házban, az Experience állandó fellépő helye, hanem országban jó pár helyen. Mindenki ismeri nagyon jól Hamupipőkének a történetét, ahol a királyfinak az édesapja. Egy nagyon érdekes lélektani folyamaton megy végig. Ezt mennyire volt nehéz színpadon megvalósítani? Nem nehéz, egy nagyon kedves karakter szerep. Nincsen olyan sok feladata. Időnként eljön és próbál a fiának segíteni valamilyen módon, és ebben természetesen társa is van, a miniszter, és ez két jó pofa figura így együtt. De aranyos az egész előadás. Még így nem vettem részt, csak szemlélőként néztem az Experience produkcióit. Örülök, hogy játszatok meg. Nagyszerűek a táncosok, és tulajdonképpen ők játszanak el mindent, hiszen ez nem csak a Hamupipőkének egy földolgozása, egy változata igazából, ahol a különböző mesék figurái előjönnek más mesékbe, és próbálják segíteni a főhősnő életét, hogy megtalálja a szerelmét, ő is, ugye kis szegény árva kislány. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon jó családi program. Ez azért szerettem, mert a kis krampuszoktól kezdve az idősebb nagypapákig mindenkik jönnek, és családok nézik, és fogadják szeretettel az előadást, ezért érdemes játszani.
Muri Enikőnek és az Experidence-nek ez az első közös nagy műsora. Hogyan kerültél kapcsolatba a tánckarral? Pofon egyszerű volt a képlet, meghirdette az Experidence, hogy szereplőket keresnek a Cinderellához, és hát elmentem egy castingra, kivertem a soromat, elénekeltem, amit el kellett, megmutattam, amire képes vagyok tulajdonképpen, és egy-két hét múlva hívtak is, hogy akkor gratulálnak, mert megkaptam a tulajdonképpen a főszerepet, a címszerepet, csak hát engem nem Cinderellának hívnak benne, hanem Hamupipőkének. Úgyhogy ez így történt. Mennyire érezted akkor jónak ezt a castingot? Tudtad, hogy a tiéd lesz a szerep? Nem tudtam, mert nagyon sok ismerőssel találkoztam, akik szintén elég nagy tehetségnek örvendenek, úgyhogy nem volt ez annyira egyértelmű. De hát persze boldog voltam, meg hát új helyre kerültem, új embereket ismertem meg, tehetséges embereket, szóval ez mindig egy ilyen nagy kihívás. Ugye az Experidence egy nagyon összeszokott csapat tulajdonképpen, mennyire volt nehéz, vagy könnyű éppen beilleszkedni közéjük? Azt gondolom, hogy az Experidence minden egyes tagja nagyon-nagyon kedvesen, nagyon-nagyon lazán vette azt, hogy most ide egy új ember érkezett. Amennyire tiszteljük egymás munkásságát, ugyanúgy tiszteljük egymást emberként is, tehát hogy, és a mai napig ez hál' Istennek. Nyilván szokták mondani azt, hogy így emberek elszeparálódnak, különböző kategóriák szerint úgymond, és ez is érzékelhető, de ez teljesen rendben van, hiszen ők 20 éve dolgoznak együtt körülbelül, én meg egy éve vagyok a társulat tagja, tehát hogy nem tudom magamra venni azt, amikor két lány beszélget, oda megyek és csendben maradnak. Tehát hogy ez azt gondolom, ez semmi probléma nincsen. Azért Muri Enikőről tudjuk, hogy csodálatos hangja van és egy igazi tehetség. A darabban ugye táncolni is kell. Ezt mennyire volt nehéz megtanulni? Hát egy kicsit kell táncolnom, igen. Nehéz volt, és egy nagyon rövidke kis tánclépést kellett megtanulnom, ami nekem 2 hétbe telt. Táncoltam én már más színházban, más produkcióban, amire meg is volt úgy az idő, erre is meg volt természetesen, csak erre egy kicsivel rövidebb idő volt, hiszen ugye egy olyan csapatban táncolni, ahol csak táncosok vannak körülötted, az úgy mindig rémisztő. De persze nem adtam föl soha, és hát csináltam a kollégákkal együtt, úgyhogy hát meglepő volt, és nagyon paráztam, hogy ennél sokkal több lesz, de hál' Istennek nem. Ki az, aki a legtöbbet segített neked abban, hogy ez ilyen tökéletesen menjen ez a koreográfia? Bárkit, akit megkérdeztem, hogy segítsen, mindenki nagyon szívesen segített. Még olyan is, aki nem is tudta a tánclépéseket, de segített benne, hogy hogyan dobban csak jobban, vagy hogyan lépjek. De talán akinek a legtöbbet köszönhetem, őt Rimár Izabellának hívják, aki majd ma este Hol Leanyót fogja játszani. Hát akkor zenészek! Mit is óvány, kedves? Hát egy rába közít, ha lehet. Itt van minden. Egy rába közít, ha lehet.
egy igazi herceget alakítasz a színpadon itt az Experience táncosai között. Azért téged a nézők, a közönség nagyon sok helyről ismerhet már. Nyilván a lányoknak a kedvence vagy, és most tényleg megtestesíted a herceget. A táncosok is ennyire a szívükbe zártak? Nagyon aranyos. Köszönöm a bókokat, be is zsebeltem. Én úgy érzem, hogy nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani a táncos lányokkal, és a táncos fiúkkal is, és most mindenki értse ezt a helyén kezelve. Tehát tulajdonképpen azt mondhatom, hogy baráti lett a kapcsolat, így most már máron harmadik éve dolgozunk együtt. Úgyhogy tényleg baráti kapcsolatok is kialakultak, és hát megy azért egymás átejtegetése, viccelődése egymással és egyáltalán. Én hiszek abban, hogy jó hangulatban lehet jó produktumot előállítani, és itt általában mindig jó a hangulat, úgyhogy remélem a produktum is megfelelő lesz. Ugye a hölgy főszereplő az Muri Enikő, és nagyon látszik a színpadon, hogy megvan köztetek az összhang magánéletben is? Én úgy érzem, hogy igen, megtaláltuk így egymást. Amikor az ember újabb és újabb kollégákkal ismerkedik meg, akkor azért általában jó így áthámozni magadat, vagy magatokat az első néhány ilyen nehézkes beszélgetésen, vagy nem tudom. Miután nem tudtunk egymásról sok mindent, én annyit tudtam, hogy ő egy tehetségkutatóban tűnt ugye föl, ő meg úgy ismert engem, mint az egyik sorozat hangját, vagy az egyik sorozat főszereplőjének hangját, és akkor így aztán a nagy egymásra találás megtörtént, beszélgettünk, kávézgattunk, cigarettáztunk sokat együtt, aztán így kialakult egy jó hangulat, meg egy jó beszélgetés, és azóta meg jó kollégák vagyunk, úgyhogy bírjuk egymást. Aha. Táncosok mennyire könnyen fogadtak be téged? Gondolom nem volt nehéz az összhang velük. Tulajdonképpen nem volt nehéz a beilleszkedés. Talán az volt inkább egy picit nehezebb, vagy nehézkesebb, hogy amennyire én tudom, ők kevésbé dolgoztak színészekkel együtt sokáig, tehát ők a maguk műfajában a csúcsra értek már évekkel ezelőtt is, és hát táncos előadásokat hoztak létre. Itt most ugye kombináltuk a színészek megjelenésével is. Egy picit nekik is ezt az új helyzetet, ha tetszik, meg kellett így szokni, de mondom, miután gyorsan megtaláltuk a vicces összhangot, így aztán nem volt utána probléma a színpadon, sőt a mai napig ugratjuk egymást. Már csak egyetlen egy kérdésem van, hogy mit jelent számodra az a szó, hogy Experience? Mennyi gondolkodási időm van erre? Fél perc. Hungarikum. Hát egy fantasztikus, fegyelmezett és tehetséges társulatot, akik nagyon sokféle módon tudják a zene és a mozgás segítségével kifejezni magukat. Az Experience én szerintem garancia a minőségre, ha egy kibővített gondolattal kell erre válaszolni. Egyébként pedig nagyon, nagyon szeretek itt velük együtt dolgozgatni. Tényleg úgy érzem, hogy mindenki, a táncosok, a műszak, a háttér személyzet részéről mindenki megpróbálja oda tenni magát 100%-ig. És én is egy ilyen professzionalista emberke vagyok, aki szereti 100%-ra oda tenni saját magát, és ha ez a kettő találkozik, már pedig általában találkozik, akkor annak azért remélhetőleg jó eredmény lesz a vége. Ebben bízom ma este is.